Sí, hasta lo que si tuviera pues cuando te pareció tal si te vi modo de tanto como en más de total rico de emblem más de tutto como es el que se escribe en jelent meg, ha jól emlékszem, és hát hatalmas sikere volt, ilyen kultfilmé vált, így érdekes egyvelege volt a szívvég és az akciófilmeknek. És hát főszereplője ki más, mint a nagy Schwarzenegger. Viszont a film, mivel ennyi szóval durva volt, egyértelműen 18 felülieknek ajánlott csak. Ezen kívül, ami elmondható róla, hogy a szinkronja is egész klasszikus volt, tehát jó minőségű szinkronja volt, hisz egy régebbi filmről beszélhetünk. Viszont a DVD-re sajnos csak 2.0-ás angol és magyar hang került fel, ellenére így is elég ütős. A műfaj akció, de mint mondtam, legalábbis így van a DVD-n, de igazából egy sci-fi akció keveré. Egy híres regényből, ha jól emlékszem. Paul Verhoeven rendezte, aki, ha jól emlékszem, a Robot Joe-t is rendezte az eredetit, és nagyon sok más akciófilmet, sci-fi, inkább akciófilmeket, igazán durva akciófilmeket, és az a film is ilyen. Igazából ez egy Studio Canal kiadás gyakorlatilag. Egyszerű, nagyszerű David kiadás, kicsit hasonlít a mai Raxhoz, de hát volt talán 400 forint, úgyhogy valamelyik meg kell egy DVD fizetni, hogy az ember megszerezhesse, normális esetben, a mákosok előnyben, de szerintem ezt megéri, ezt a 4500 forintot, ez a szimpla kiadás is, mivel Blu-ray-en még nem jelent meg, tudtommal, úgyhogy úgy vélem, hogy ez az egyetlen lehetőség egyelőre. Így ez egy bíró kiadás, ezt adták köszönöm először, 2000-es évek elején talán, 2000-es évek közepén valahogy új, illetve volt néhány évvel, 3-4 éve egy újabb kiadás. Gyakorlatilag ugyanaz volt szinte 16-9-es képarányú. A kép már itt is, ugye nem olyan, mint a régi 4-3-as képarányok, hogy igazoljon a... bocsánat, igazodjon a monitorunk, illetve a tévénk széles vásznoképernyőjéhez. Hát igazából ennyit akartam volna mondani, csak állítom nektek, akik szerettek ezt a filmet, szerezzétek be. Már elég nehéz egyébként beszerezni, de nem lehetetlen máig. Köszönöm tőletek, sziasztok!